megint kezd nagyon izgi lenni. Szinte vert helyzetből elkezdtek felállni a kékek. 9 hétre vezetnek, viszont még mindig a bajnokok. Zsolt és Dév párbaja következik. Felkészülni! 3, 2, 1! Ugranak ki az atléták, forgóajtó, bújnak, ablak, át és jönnek. A tallérok után karika meghúz, szép, kinyit, teljesen együtt ők ketten. Zsolt és Dév, és talán egy mozdulattal, mintha Zsolt vezetne. De Dév ott van mellette, teljesen ott van mellette. Karika meghúz és futnak tovább, mintha nem is lennének akadályok előttük. Dév most egy méteres előnyre szertez, amikor ott vannak a csúszdánál. Dév, most már vezet Dév. Zsolt mellette. Dév rép rá a tallérra, és kúszik, mászik, bújik. Na, kijön ki, és teljesen egyszerre jönnek ki. Zsolt nem adja magát, nem akar előnyt, lehetőséget adni még az akadálypályán se senkinek. Zsolt kezdi a dobást, kipattan. Zsolt lepattan, Dév mellé, Zsoltnak megint a gyűrű. Nagyon közel van Zsolt. Nem, elengedi. Ujjajaj, bent láttam egy pillanatra. Dév, nem. Lélegzett visszafolytva figyeli mindenki őket. 9-7. Ha nyernek a bajnokok, náluk az előny. Ha nyernek a kihívók, akkor nehéz lesz megállítani őket ebből a lendületből. Zsolt, nem, Dév, nem. Zsolt megy összeszedni a lasztikat. Dévnél most az előny, mert neki friss labdái vannak. A gyűrűről pattan ki. Dév, még mindig ott van nála a sansz. Nem, elmegy mellette. Dév, nem. Na Zsolt, most nála a friss labdák, elmegy. És ez bent van! Egy labdára a győzelemtől, már nem! Ebben a pillanatban a bajnokok 10 hétre nyerik az előny! Óvatosan a kezében. Bravo, gratulálok nektek! Ismét hatalmasat harcoltatok, és ez a hét teljesen kiszámíthatatlan. Hétfőn nyertek a pirosok, kedden a kékek, ma ismét a pirosok. Ember nem tudja megmondani, hogy adott napon melyik őtök kerekedik felül. Ugye ez a nap az előnyért ment, az előnyért, amit holnap a pirosak használhatnak föl, a végjátékban, a sorsfordító csapatversenyben, hisz aki holnap veszít, annak két versenyzőjét a pénteki párbajba kell delegálnia. A holnapi nehezítés, ahogy ezt már mondtam nektek, annyi lesz, hogy az ügyességi feladatnál minden kiválasztási körben egy férfi és egy női versenyzőnek plusz egy feladata lesz. Emellett az eddigiekkel ellentétben a győztes csapat, azaz ti bajnokok jelölhetitek az adott körben azt, hogy kinek kell a plusz feladatot teljesítenie. Itt az idő a gondolkodásra, a pihenésre, mert holnap végjáték, hisz ez az Exatlon! Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.